Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Bérces Spergel Karolina, szervusz. Örülök, köszönöm szépen, én is a meghívást. És leginkább a hagyományokról fogunk beszélni. Ehhez hoztam én egy Szakó Gábor barátom által leírt idézetet, ami úgy szól, hogy a kultúra maga a nép, az alapvető értékekben együtt gondolkodó közösség. Ha nincsenek alapvető közös értékek, nincsen kultúra. Én azt gondolom, hogy ez annál is inkább igaz, és egyetértek azokkal is, akik azt mondják, hogy a hagyományt nem kell ápolni, mert nem beteg, nem kell őrizni, mert nem rab, a hagyományt meg kell élni. És ezért is nagy örömmel mondom el, hogy a mai beszélgetésünk sok mindenről szól természetesen, de az alapja mindenképpen a Gánti Német Sváb hagyományőrző csoport munkája, mindennapjai, mert hogy ez nagyon-nagyon fontos számunkra. Mielőtt erről beszélgetnénk, nézzünk meg egy bejátszást, mert én azt hiszem, hogy akkor a nézők is tudni fogják, hogy mire gondolunk mi közösen. Kérem szépen, itt közben együtt néztünk, nem titok, egy kicsit elérzékenyültél. Hát igen, ez egy érzékenyítő program is a nézőknek, hiszen látni kell, hogy azokat a mosolygós fiatalok, akik egy ilyen ősi népi kultúrát óvják, ápolják, nézik, látod, kimondtam, hogy ápolják, de ez fontos. No, hát akkor kezdjük az alapnál, evezz a mélyre.
Hogy találkozik egy Gánton élő fiatal lány a kultúrával? Van más választása? Mi volt az alap? Hát nyilvánvaló, hogy ebből a családból származok, eleve egy autentikus sváb családból származok. Igazándiból anyukám 50%-ban sváb, úgy apukám pedig egy ilyen, hát 40%-ban, tehát azért mindenhol erős ez az oldal, de nekem ez gyerekkorom óta egy szívügyem, tehát ebben öttem bele, nem volt más kérdés. Igazándiból úgy kezdődött a táncos pályafutásom, hogy 8 évesen rám nézett a barátném az utcában, és azt mondta, a nagymamám tanítja ma a táncot. Eljössz? Mondom, hát hol? Hát azt mondja, itt az utcában, az egyik házban. Hát mondom, nem kérdés, és mentünk táncolni, és azóta táncolunk és énekelünk, és őrizzük a hagyományokat. Azt azért tudni kell, hogy édesanyám több mint 20 évig vezette a Gánti Német Nemzetiségi Önkormányzatot, elnöke is volt ennek az önkormányzatnak, mai napig élő tagja az önkormányzatnak, csak most már helyettes, sőt egy évtizedek úgy körülbelül a megyei önkormányzatnak is elnöke volt itt Fejér megyébe. Tehát a család az alap. Így van. Gondolom én, hiszen itt mindnyájan, akik ilyen környezetben nőttek fel, nőttetek fel, nyilvánvaló, hogy otthonról megkapták azt az indítatást, ami fontos. De hogyan lehet ezt megtartani? Hiszen azt látjuk, hogy ugye abszolút profinak kell lenni, tehát valamikor el kell kezdeni, te elkezdted, az rendben van. De hogy van a többiekkel? Én úgy gondolom, hogy annyira kis közösségben élünk, és erre nagyon jó példa volt az, hogy igazándiból mindenkit beengedtünk magunk köré, nem is az, hogy beengedtünk, hanem látták, hogy ez egy nagyon jó közösség, és akik később oda költöztek, vagy az osztálytársaink lettek, vagy csapattársaink, azok látták, hogy ez egy milyen értékes dolog, hogy mi napról napra, hétvégékről hétvégékre eljárunk, jól érezzük magunkat, és egy közös cél érdekébe teszünk, akár énekelünk, akár táncolunk, vagy akár egy falubeli rendezvényen részt veszünk. És igazándiból így csatlakoztak mellénk az osztálytársak, a barátok, sőt volt olyan, hogy más faluból jöttek át hozzánk, és csatlakozni szerettek volna, mert látták ezt a igazándiból érték megőrzést, ami egy kincs, egy ilyen kis faluba, egy ilyen kis közösségbe, és mi mindennapjainkat így éljük. Tehát ti egy pillanatra nem hagytátok nem. magára azt a nem. kultúrát, aminek, amit a nagyszülők folyamatosan tartottak, de ugye ehhez fel kellett nőni. Tehát ahogy telt múlt az idő, nyilvánvaló, hogy voltak leszakadók, de mit kell tenni egy ilyen kis településen azért, hogy mindig legyen elegendő ember a néptánccsoportban, hogy mindig figyeljetek rá, és ráadásul olyan szintet képviseljetek, hiszen majd arról beszélni fogunk, hogy nagyon sok különböző hagyományőrző rendezvényeken vesztek részt. Tehát mit kell ezért tenni? Folyamatosan meg kell újulni. Folyamatosan meg kell újulni, és a fiatal generációval kapcsolatot kell tartani, és be kell őket szervezni idézőjelbe a tánchoz is, az énekhez is, a zenéhez, úgyhogy folyamatosan mozogni kell ehhez, és folyamatos jelenlét kell, én úgy gondolom. Hogy születnek a koreográfiák? Hát most könnyen beszélek, mert ez, amit a videóban lehetett látni, ez az én saját koreográfiám, igen, hát és az unokatestvérem koreográfiája, de ennek is egy nagyon nagy története van. Igazándiból ez egy 15-20 éves koreográfia volt, amit láthattunk. Én jártam egy-két ilyen előképzésre táncügyileg, de úgy túl sokra nem, azért a régi tapasztalásaimat vettem elő, és ezt a koreográfiát egyébként én az unokatestvéremmel teljesen egyedül állítottam össze, és ez pont azért jó, mert ez egy olyan koreográfia, és azért is választottuk egyébként a film alapjául ezt, mert ez egy olyan tánc, amit sok korosztály tud táncolni, tehát ezt tudja egy 8 éves is táncolni, tudja egy 50 éves is, tudja egy 20 éves is, és ez egy azért nagyon jó dolog, mert ez a tánccsoport, aki most ezen a filmen látszik, ez a tánccsoport idézőjelbe egy 10 éve csak nagyon kevés alkalommal jelenik meg. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a tánccsoport, aki ezen a videófilmen szerepel, ez utoljára az én esküvőmön 3 éve szerepelt, a mennyasszony tánc után meglepetésből. Úgyhogy nem voltak beöltözve népviseletbe. És akkor is ezt a táncot adták elő, és úgyhogy nem próbáltak. Pontosan azért, mert ez egy olyan koreográfia, hogy ők ezt bármikor, bármilyen formációba, bármilyen párral összeállva elő tudták adni. És mondom, én erről nem tudtam.
de volt erre már olyan esélyt is, amikor Németországban voltunk például 3 éve, és akkor igazándiból ez a tánccsoport nem tudott eljönni, hanem egy ifjabb generáció, és az énekesek jöttek el. Na, és akkor ugye nagyon sok fedés van ilyenkor a csoportok között, és akkor megcsináltuk úgy ezt a koreográfiát, hogy tulajdonképpen benne volt az 50-es korosztály is, a 7 éves korosztály is, a 20 éves korosztály is, és amint kiderült az utolsó pillanatban az én keresztfiam, akkor mondjuk volt 7 éves, és ő pont pár nélkül maradt az utolsó pillanatban, de ő megígérte, hogy nem fog táncolni. Mire ránézett az utolsó próbán a keresztmamájára, aki ilyen vagyok, és rám nézett, akkor táncolhatok. Hát akkor mit tudok mondani egy főpróbán a keresztfiamnak, aki szeretett volna táncolni, természetesen ő is bekerült a koreográfiába az utolsó 20 percbe, tehát ez egy olyan koreográfia, aminek nyilvánvaló az alapjait nagyon kell tudni, és egyszerűbb lépések vannak benne, és így sok mindenkit be tud vonzani, és magába tud tartani. Tehát ez, erre figyelni kell, és folyamatosan, tehát ugye arról beszéltél, hogy ez már egy komoly korosztály, tehát igen, vannak fiatalok. De miként lehet elcsábítani őket, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a mai felgyorsult világban számtalan kihívás éri a kicsi gyermekeket, és ez valószínűleg vonatkozik Gántra is. Hogy tudjátok őket meggyőzni arról, hogy itt a helyetek ebben a hagyományőrző csoportban? Szerintem ugyanúgy látják elsőként a családtól, mert azért igazándiból ott a szülők is általában ezt a hagyományőrzést képviselik, és igazándiból a gyerekek is így csatlakoznak. De rengeteg olyan rendezvény van egyébként Gánton, például egy farsangtemetés vagy egy pünkösd, ahol nagyon-nagyon színesek ezek a rendezvények, és annyi féle arcát meg tudja mutatni ez a kis sváb közösség, hogy nem lehet ennek ellenállni szerintem. Tehát a sváb közösség összetartó. Összetartó, abszolút. Így van, és minden generáció képviselteti magát. Így van. Ma így is van. Ünnep, minden sváb ünnep, igen, nálatok? Igen, természetesen. Hát mint ahogy a sváboknak azért a fő hitük a katolikus hit és az evangélikus hit. Ugye tudni kell, hogy Gánton csak katolikus templom van. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen más vallás, de azért a legerősebb a katolikus hit. És nyilván ahhoz tartozó minden ünnep, mint régen is és a hagyományos családokban, ezeket mindig is megünnepelte a svábság is, és minden ünnepünk ehhez kapcsolódik, és így is vannak felépítve a rendezvényeink egyébként a faluba. Ugye vezetőként képviseled ezt a csoportot. Ez azt jelenti, hogy ha kitekintünk, akkor nyilvánvaló, hogy számtalan sváb közösség van Magyarországon. Igen. Hogy tartjátok a kapcsolatot? Az ünnepeken túl is történik ilyen? Természetesen. Igazándiból ezek a csoportok annyira ismerik egymást, hogy mint énekkari szinten, mint tánccsoporti szinten, hogy egymástól jönnek a felkérések. Tehát nagyon sokan vagyunk ugye Fejér megyébe is, Mór, Pusztavám, Isztimér, Szár, ezek a községek, akikkel abszolút tartjuk a kapcsolatot, mint szereplés szinterén, mint másféle rendezvények, de átmegyünk a határokon túl is, ott is van ugye partnerkapcsolata van Gántnak, úgyhogy nagyon sokféle szintéren tudjuk tartani a kapcsolatot. Ugye a tánccsoportról beszéltünk és láttuk is őket, hogy felmenő rendszerben abszolút működik, viszont a zenéről nem. A Gantner Spitzbaum az egy remek csoport, remek csapat, de a kérdés, hogy ugye a koreográfiákról beszéltünk, hogy vannak zenészek akkor igen, ezek szerint. Tehát ez egy kerek egész történet. De van olyan zenés is, aki táncol, a kedvemért. Táncol és énekel. Így van, így egyébként van. A sváb nyelvet, ami a némettől valamelyest azért különbözik. Különbözik. Ezt gyakoroljátok? Hát én abban a szerencsében vagy abban a szerencsés helyzetben érzem magam, hogy édesanyám, amikor megszületett, ő még nem tudott először magyarul, tehát ő az óvodába tanult meg magyarul, és azért nekem még van olyan szerencsém, és hallhatom őt úgy beszélni, habár nagyon sok mindent lehet, hogy nem értek meg rendes németül, de svábul megértek, de még szerencsés vagyok, és még élvezhetem ennek a gyönyörű sváb nyelvmondásnak. A könnyed, dalos sváb mentalitást ismerjük, viszont az a fajta eszmélység, az a fajta fegyelem, az megvan egyébként még most
él ez a hagyomány? Szerintem igen. Lehet, hogy egy kicsit én is ilyen vagyok, és egy kicsit sarkalatos is vagyok, és egy kicsit makacs is vagyok, mint amúgy a svábok, de a tisztaság, a rendszeretet és a munkatisztelete az továbbra is fennáll ebben a kultúrában. Maradjunk annyi, hogy ez a fenntartató fejlődés záloga. Így van. Nálunk igen. Ha úgy tetszik. Igen. Milyen terveitek vannak ezzel a csoporttal? Hát el kell, hogy mondjam, hogy ez a csoport ugye nem minden nap éli már a napjait, de ez most egy nagyon-nagyon jó alkalom volt, mert ugye a Trianonra emlékeztünk most a 100. évfordulóra, és mindenféle kezdeményezések jöttek az országba. És ez is egy ilyen kezdeményezés volt, aminek az volt a címe, hogy táncoljuk körbe a Kárpát-medencét, és ehhez ugye minden nemzetiség csatlakozhatott. És akkor én megláttam ezt a felkérést, és akkor nagyon járt a fejem, és egyszer csak rám néz a Bérces Viktor. Te már megint mibe zsizsegsz? Hát mondom, én most abba, hogy. És akkor rám nézett, hát persze, természetesen meg kell csinálni, és ezek a táncostársaim, akik ugye nem minden nap táncolnak már velem, szinte az első másodpercben láttam osztották ezt a feladatot, amit én igazándiból ismételten kitaláltam, de ez azért érdekes, mert hogy a fiúknak a nagy része igazándiból külföldön dolgozik. És ugye most a járványügyi helyzet miatt mindenki hazajött, és ez egy annyira ideális időszak volt, hogy pont azokkal az emberekkel tudtam most együtt táncolni, akivel a legszebb éveinket töltöttünk együtt, hogy ez egy fenomenális élmény volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a táncsoportban most is voltak fiatal anyukák, voltak, akiknek pici babáik voltak, pár hónaposak, akiket oda kellett hozni a forgatás alatt megszoktatni, szóval iszonyú nagy élmény volt ez. És hát ugye, mint mondom, 3 éve táncoltunk utoljára így, de hát ugyanúgy építettem föl a tematikát, mint régen, hogy pénteken tartottam egy táncpróbát, de hát már csak viccből tartottuk. Tehát, hogyha nem ugrottunk volna 2 a táncpróbán, akkor is megcsináltuk volna, de hát ugyanúgy csináltam, mint régen pénteken volt a táncpróba, megbeszéltük, hogy mi hogy lesz, hol találkozunk, hány órakor készülődünk, hogy öltözünk, meg minden. De hát hatalmas nagy élmény volt, tehát mindenki azt mondta, hogy úristen, azonnal folytatjuk tovább. Úgyhogy meg is beszéltük, hogy az utánpótlásból majd még szerzünk magunkhoz, és akkor majd egy kicsikét ismételten visszahozzuk magunkat. Most hát a mosolygós szemeidből látták a nézők, és látom én is, hogy ezek csoda pillanatok voltak. Abszolút. Viszont elhangzott egy név, Bérces Viktoré. Igen. Bérces Viktor, aki a te férjed. Így van. Azt azért a nézőknek hadd mondjam el, hogy Bérces László az apósod, illetve Bérces Viktor is nekem nagyon-nagyon jó barátom, hiszen egyik oldalról a sportoldalról, másik oldalról Viktorral nemrégiben beszélgettünk, hiszen számtalanszor volt itt vendég, hiszen nem csak ügyvédként, egyetemi oktatóként ismerjük őt, hanem Tóth Vera kísérőjeként, Tóth Gabi kísérőjeként, Karácsony James kísérőjeként, hiszen itt Fehérváron is felléptek számtalanszor. Aztán ti pedig, ugye ahogy tudjuk, 2017-ben házasodtatok össze. Így van. És hadd áruljak el egy titkot, az év legjobb esküvői közé tartozott a tiétek. Azt én képeket láttam, gyönyörűek voltatok, illetve te gyönyörű voltál, a Viktor pedig nagyon sármos férfias. No, kicsit beséljünk akkor erről a családról, hiszen a bulvárt kerülve azért beszéljünk arról, hogy miként találkozik egy köztisztviselő, gánti, sváb, hagyományőrző, csoportvezető, táncos lány, aki gyönyörű egyébként, egy ügyvéddel, egy feltörekvő zenész ügyvéddel. Hát, hogy másként a zene alapján, ennyi. Nagyon egyszerű volt. A ismeretségi körünkben volt természetesen közös ismerős, és hát így a zene alapján találkoztunk a Viktorral, és nyilvánvaló, hát elkísérgettem a koncertjeire, és aztán jól összeismerkedtünk, és hát jól összebarátkoztunk, és összeházasodtunk. 2017-ben, és azt is kevesen tudják, ugye, amit már most megismétlem, hogy nagyszerűen sikerült az esküvőtök. Hát mi ezt így érezzük, és... Igen, hiszen bekerült az esztendő legjobb esküvői közé. Ez minek köszönhető? Hiszen utána az esküvő szervezés is bekerült a profilba valamilyen szinten. Hát igazándiból mi a Viktorral megbeszéltük, hogy jól akarjuk magunkat érezni. Tehát ez volt az alap. És
Ugye a Viktor is azért nagyon sok esküvő közelében volt régen a zene miatt, tehát ő ismerte a legtöbb szolgáltatót ezen a téren, az én kívánalmaim is megvoltak, megvoltak minden olyan útjaim és eszközeim ahhoz, hogy kitaláljam, hogy milyen ruhát akarok, mint egy királylány, milyen hajat akarok, sminket akarok. És hát innentől kezdve igazándiból nekünk ez ment, mint a karikacsapás. Én annyit mondtam a Viktornak, hogy természetesen sváblányként, ugye azért egy sváblenekar az mindenképpen kell, és a Viktor szeretett volna igazándiból nagy esküvőt, és akkor mondtam, hogy hát tudod, ha nagy esküvő, akkor jönnek a táncosaim is, és a többiek is. És hát így nem volt kérdés, és mi ezt nagyon hamar összeraktuk. Igazándiból nagyon egyetértettünk mindenféle úton, úgyhogy nekünk ez igazándiból szórakozás volt az egész, és hát tényleg az volt a lényeg, hogy neki jól érezze magát, és szerintem sikerült. Így van, a Trend magazinnak, az esküvő Trend magazinnak is tetszett, hiszen az esztendő legjobb esküvői közé sorolta, nem véletlenül. Egyébként, amikor a hétköznapokat élitek, tehát nyilván te magad köztisztviselő vagy, Viktor tanít, akkor hogy telnek a napjaitok? Hát, sokszor izgalmasan. Ugye én mai napig, tehát, hogy mint mondtam, azért a tánc most nem minden héten sűrű aktív program, de én éneklek is emellett, ugye a Gánti Német hagyományőrző dalkörbe, aminek a vezetője Rád Zoltán, és nekünk tulajdonképpen szerdánként mindig van énekpróbánk, ami egyébként múlt héten lett leállítva ismételten a járványügyi helyzet miatt, de hát ez nálunk úgy működik, hogy megnézzük a naptárat, és aztán látjuk, hogy kinek, mikor és hogyan van fellépése. Nyilvánvaló azért a Viktornak több van, de hát alkalmazkodunk egymáshoz, és ahova tudom, oda minden további nélkül elkísérem a férjemet, de ahova ő tud, akkor viszont ő kísér. A zenei ízlésetek egyébként hasonló, hiszen nagyon sok helyen találkozik, és már volt olyan esemény is tavaly előtt, azt hiszem karácsonykor, hogy beállt hozzánk az énekkarba egy karácsonyi koncertbe, és akkor a Viktor zongorázott is, meghegedült is, tehát azért próbáljuk ezt a részt is néha összerakni, úgyhogy erre is volt már példa. Ugye az mindig megerősítés, hogy visszatekintünk, hogy például ugye Tóth Vera volt az egyik tanú az esküvőtökön, azért ő ritkán vállal ilyet, és a múltkor pont mondtam néhány zenésznek, hogy a Vera lefogyott teljes egészében, és véletlenül találkoztunk, és a játékosan megkérdeztem a kísérőjét, hogy és a Vera hol van. Igen. De azt gondolom, hogy ez így nagyszerű. Tehát kerek a világ. És milyen terveid vannak? Kezdjük talán először a hagyományőrző csoporttal. Hát azt tudni kell, hogy ugye az ifjabb korosztályt most Krauszné Gróf Zsuzsanna tanítja a táncosoknál, de én nekem azok a terveim, hogy az én korosztályomban lévőkkel is azért most, hogy majd ha a járvány elmúlik, akkor egy kicsit felerősítjük ezeket a dolgokat az itthon maradt emberekkel nyilvánvalóan, és azért van utánpótlás is, mert azért ide nem fér bele mindenki. Világos. Ebbe a felvételbe, de nyilvánvalóan lesz tovább utunk, és hát természetesen segítjük a fiatalokat, és ők is be tudnak állni, mert az ifjúsági korosztályban is vannak olyanok, akik egyébként bármikor be tudnak állni, mint mondtam, Németországban is beálltak hozzánk, úgyhogy nem félek attól, tehát hogy nem lesz tovább. Tehát az utazás az meg lesz. Én azt gondolom, hogy két olyan korosztály van, akikre különösen kell figyelni. Az egyik a töpörtyű, a feltelekvő ifjú nemzedék, a másik pedig a nagymamák, nagypapák, hiszen őket pedig nem lehet elfelejteni. Ebben a felgyorsult hétköznapokkal terhelt világban ez lehetséges? Lehetséges. Hát a nagymamákra és a nagypapákra is feladatot kell adni. A nagymamákra, mint mondjuk nálam például, hát akkor szoknyavasalást kell adni, keményítéseket, és mindenképpen bele kell őket vonni dolgokba. Ez nálunk így működik. Tehát az anyukám is egy perpétum mobile, úgy, ahogy mondtam, mégis elmúlt 70 éves, de azért őnek is mindig megvan a feladata, és le is adom a feladatot. Egyébként ez is egy nagyon jó kifejezés most erre, hogy mondod, hogy a svábok hogy ápolják a hagyományokat és a Tóth Vera kapcsolata. Nagyon érdekes a dolog, mert hát ugye ezt tudni kell, hogy a Verának is a párja egy baranyai faluból származó fiatalember,
és most voltunk náluk múltkor, és nagyon érdekes volt, mert vittünk nekik egy jelképes ajándékot, és hát akkor mondtam neki, hogy Zolikám, akkor a Fejér megyei svábok hoztak egy kis ajándékot a Baranya megyei sváboknak, és vittünk nekik egy üdvözlő, gyönyörű, szép ajtó kopogtatót, ami egy gyönyörű, szép fehér szallag és egy keresztmintás gótbetűs írással van kihímezve, és Isten hozta felirattal szerepel, ami ugye úgy hangzik svábul, hogy és németül is, hogy grüzgott. Úgyhogy ilyen pici a világ nálunk. Jó. Tehát boldogok vagytok, kerek a igen, világ. Igen, kerek a világ, még a gyermekáldáson dolgozunk a Viktorral, ez a legfőbb célunk most, és reméljük utána történik kerek így. Én leszek az első, aki örömmel beszámolok róla. Így van. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és az egész közösségnek kívánok olyan mindennapokat, mint ahogy eddig telt, itt koronavírus járvány nélkül nyilván, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmet. Mai vendégemmel, Bérce Sperger Karolinával a sváb hagyományokról beszéltünk, és sok minden másról, ami kerekké teszi a világot egy házas embernek, aki az anyai szerepre készült. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!